Dubáj az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városa a maga 3,6 millió lakosával. Az elmúlt néhány évtizedben hatalmas fejlődésen ment keresztül, és nem csak a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, hanem az utas és teherszállítás egyik legfontosabb globális közlekedési csomópontja is lett. Íme 10 érdekesség Dubájról. Dubáj lakossága 1970-ben még csak mindössze 73 ezer fő volt, amely az elmúlt kicsivel több mint 50 évben az 50-szeresére nőtt. Az előrejelzések szerint 2040-re már 6 milliót fogja súrolni a népessége. A város utcáit sokáig nem is nevezték el, különböző látványosságokat, épületeket, lakónegyedeket használtak tájékozódásra, sokan még a mai napig is. Az elmúlt néhány évben kezdtek neveket adni az utcáknak, de a többségének csak egy szám és betű kombináció jut. Dubáj ad otthont a világ legmagasabb épületének. A Burj Khalifa 828 méter magas, ami 163 emeletet jelent. Még a 36 km/h sebességgel működő liftjeivel is egy percbe telik feljutni a 124. emeleten lévő kilátó részbe. Összehasonlításképpen az Eiffel-torony a maga 300 méterével, vagy a pécsi TV-torony a 197 méteres magasságával gyakorlatilag eltörpül mellette. Azonban nagyon úgy tűnik, hogy a Burj Khalifa nem fog már sokáig a lista élén maradni. Szaúd-Arábiában már épül a Jeddah torony, amely a tervek szerint legalább 1000 méter magas lesz, a pontos értéket még titokban tartják. Dubáj erre válaszul kezdte el tervezni a Dubai Creek Towert, melynek építése a tervek szerint 2024-ben indul, és minimum 1300 méter magasra akarnak majd törni vele. Amikor a Dubáj szót halljuk, azonnal a városra gondolunk, azonban nagyon fontos, hogy az emírséget, amelynek Dubáj városa fővárosa, is így hívják. Dubáj emírség egyébként a második legnagyobb az Egyesült Arab Emírségekben, Abu Dhabi után. Dubáj több mint 400 világrekordot tart. Nem csak a legmagasabb épület található itt, hanem például a világ legnagyobb képkerete, a legmagasabb hotele, a leggyorsabb rendőrautója, és a legmélyebb medencéje is. Dubájban a magánszemélyek fizetését 0% adó terheli, tehát a személyi jövedelemadó mint olyan nem létezik itt. Az áfa mértéke is csupán 5%, a nálunk megszokott többnyire 27% helyett. A város lakosságának csak töredéke helyi állampolgár, több mint 80% a bevándorló. Leginkább indiai, bangladesi, pakisztáni vendégmunkások, de persze nagy számban vannak európai és amerikai betelepülők is. Az átlag életkor igen alacsony, 33,5 év, az európai országokban ez egyébként 40 év körül van, a férfiak aránya a lakosságban 70%. Ez mind a fiatal, életerős munkás férfiak nagymértékű bevándorlásának tudható be. Annak ellenére, hogy Dubáj a sivatagban fekszik, mégis van lehetőség síelni a Ski Dubai fedett sícsarnokban, ahol állandó fagypont alatti hőmérséklet uralkodik, és mesterségesen állítják elő a havat. Valamint még pingvinekkel is lehet találkozni. Ha tetszett a videó, azt valamilyen módon ki tudod fejezni, további tartalmakért pedig nézd rá az új csatornámra, ahol kicsit hosszabb, véleménykifejtősebb videókat találsz. Találkozunk legközelebb! Szeretem a teknőst! We're